A megye köznevelési intézményeinek vezetőit Szabó Zsolt 60 országgyűlési képviselője köszöntötte. A pedagógusok meghatározó szerepét hangsúlyozta, melyhez az oktatási rendszer mint segítő, szilárd háttér áll rendelkezésre. Most már a KK, a Klevesberg olyan finanszírozási rendszerben van, ami mind a működés feltételeit tudja biztosítani, mind pedig a saját beruházások forrását megteremti. Meg kell figyelni, hogy az elmúlt években hogyan stabilizálódott, mind a pedagógus bérek rendszere, mind pedig a működtetésnek a rendszere. Sokkal stabilabbak vagyunk és sokkal jobban működünk, mint ezelőtt néhány évvel, mondjuk 2010 előtt. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője Pálfi Erika a köznevelési törvény módosításairól, többek között a magántanulói státuszt felváltó egyéni jogviszonyról, a kötelező óvodai és iskolai nevelésben való részvételről, az intézményvezetők foglalkoztatásáról, a vezetői életpályamodell vonzóbbá tételéről beszélt. Az intézmény méretétől függően bérpótlék, illetve az intézmény eredményességétől függő ösztönzési kereset kiegészítésre lesz lehetőség a későbbiekben. Erre korábban semmilyen precedens nem volt, a részletszabályokon dolgozunk. Változott az igazgatói pályázatnak a feltétele, a korábbi 5 év szakmai gyakorlat helyett elegendő lesz 4 évet igazolni. Pálfi Erika főosztályvezető a végzettség nélküli iskola elhagyás csökkentéséről, a tankönyvellátás átalakításáról is tájékoztatta a résztvevőket. Emlékeztetett, az első 9 évfolyamon valamennyi tanuló már ingyenesen kaphatja a tankönyvet. A 2020-as tanévtől pedig a köznevelés minden résztvevője térítésmentesen jut a kiadványokhoz. Hozzátette, a 2020-2021-es tanévtől minden 9. és 11. évfolyamos tanuló ingyen vehet részt külföldi nyelvtanfolyamon. A konferencián a Klevesberg Központ, az Oktatási Hivatal, valamint az EGRI Pedagógiai Oktatási Központ aktuális feladatairól is szó esett.